15 ország, 15 népviselet. Ezzel a címmel nyílt egyedülálló kiállítás a Pécsi Tudásközpontban. A tárlat különlegessége, hogy 15 posztszovjet állam népviseleteit mutatja be, különböző hagyományos ruhákba öltöztetett babákon keresztül. A tárgyak eddig Csaplár Judit otthonában álltak. Minden kisgyereknek volt valami gyűjtő szenvedélye, és kislányként nyilván egy baba az egy hatalmasan értéket képvisel, és amikor az első párt megkaptam, akkor utána ez ilyen szenvedélyé vált, hogy hát ebből van 15 pár, és akkor ezt nagyon jó lenne begyűjteni. Kalandosan kerültek hozzám, volt amelyiket a saját családunknak sikerült megvásárolnia, ugyan már akkor is értéket képviseltek ezek a babák, tehát nem egy szokványos levelező lap, vagy képes lap gyűjteményem volt, vagy bélyeg esetlegesen, ami egy filléres, hanem ezek után valóban menni kellett, különböző áruházakat kellett felkeresni, ahol egy-egy példányt így össze kellett vadászni, úgymond. És hát volt olyan, amelyikhez segítség kellett, hiszen hát nem tudtuk mi magunk beszerezni, mert már nem volt ott, ahol mi éltünk, és akkor a különböző más baráti családok segítettek abban, hogy amikor utaztak, akkor elhozták nekünk ezeket a babákat. És így sikerült egy viszonylag épp gyűjteményt összeállítani. Van egy-egy pár, ami hiányzik belőle, mármint egy-egy babának a párja, de hát ezek ugye a 89-es Szovjetunió szétesése után már nehezen, sőt egyáltalán nem voltak beszerezhetők. Ez egy kifejezetten kisipari termék egyébként, tehát nem tömeggyártásban készültek, és hát ezek a méretéből, illetve a kidolgozottságából is látszanak a babáknak, úgyhogy utána már sajnos nem tudtuk ezt visszapótolni, de így tekintettük teljesnek magát a gyűjteményt. Judit az Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán működő orosz központ részére ajánlotta fel gyűjteményét. Egy ilyen gyűjteménynek két útja módja van, vagy az, hogy az ember saját maga önző módon nézegeti otthon, és a saját emlékeit pátyolgatva úgymond a gyűjteménynek az őrzőjévé válik. Aztán úgy döntöttem, hogy ez egy ennél talán egy kicsit többre érdemes gyűjtemény. Valentinával pedig nagyon jó kapcsolatban vagyunk már jó ideje, és megkerestem őket, hogyha ők is látják benne az értéket, úgy, ahogy én láttam benne, meg látom benne az értéket, akkor nagyon szívesen átadom ezt a gyűjteményt, hogy méltó helyre kerüljön, úgymond. Nem, mintha nálunk nem lett volna otthon a polcon méltó helyen, de a sok-sok egyéb gyűjtemény mellett, ami még mindig otthon van, úgy éreztem, hogy ezeknek obáknak, ezeknek van egy ilyen egy letűnt kor, egy kulturális rész, egy talán egy kis unikum van benne, és hogy meg lehessen ezt mutatni másnak is. Bár kedvenc darabja kimondottan nincs, megosztott velünk egy történetet, amely hatására rádöbbent a babák értékére. Valójában szerint mindegyik gyönyörű, tehát hogy a magát, a szépségét már felnőttként, ahogy ugye cseperedtem, úgy főként a szépségét éltem meg a babáknak, meg azoknak a rendezgetését, hogy a fájtla mindegyiknek meglegyen, meg hogy szép legyen az arca, tehát hogy a haját be kellett tűrögetni. Kedvencem így nincsen, az a kedvencem, amelyiket a drága ebünk ellopott, és akkor tudatosult bennem az, hogy valójában micsoda értéket jelentenek ezek nekünk számunkra, és amikor szerencsére csak a csizmáját csócsálta meg, és a maga a baba ruhája, feje, a keze, minden érintett nem maradt, de hogy ez egy ilyen családi részhez megint hozzá tartozik, hogy valójában nem egy vitrínből, hanem egy élő családi közegből jöttek ezek a babák, és hát az elmúlt 20x évben nagyon sok mindent túléltek, költözéseket, és teljesen sértetlen állapotban megmaradtak, úgyhogy maga a gyűjtemény nagyon kedves számomra, nem tudnék egyet-kettőt kiemelni közül, mert mindegyik egyben, így komplexen jelent értéket számomra. A kiállítás megnyitóján a közönség ismertetőt is hallhatott a népviseletes babákról. A szakértő elmondta, hogy az adott nemzet bemutatása az elsődleges cél. Ezeknél a babáknál éppen ezért nem is az ábrázolás az elsődleges, hanem a teremtés. Elsődleges feladatuk, hogy az etnikailag igen tart a tagköztársaságoknak is valami fajta etnikumok feletti nemzeti egységet teremtsenek. Tehát ezekben a babákban nem lehet azokat a részleteket keresni, hogy felismerjük azt, hogy az egyik tagország
valamely népe, ami annak a területénél, annak pontosan ez lenne a viselete, és a fölött se lehet elsikladni, hogy nyilván ezekben az országokban számtalan területi variánsa is van a viseleteknek. Ez igazából egy ilyen általánosított és stilizált népviseletet akar megjeleníteni és megteremteni, és ezzel igazából ezeknek az államoknak az egységét is próbálja hangsúlyozni. A kiállított babák a paraszti világot hangsúlyozzák. Az úgynevezett népi világ az, amit megjelenítenek ezek a babák, hiszen a parasztság, a paraszti jelleg az mindig valahogy ahhoz mindig az eredetiségnek az eszenciája kapcsolódik, ami paraszti, az mindig globalizáció előtti, tehát eredeti. És így éppen ezért ezek a globalizált tárgyak, mert hisz viseletes babák a világ bármelyik pontjáról jöhettek volna, ezek a globalizált tárgyak érdekes és nem kevésbé anakronisztikus módon tulajdonképpen egy globalizáció kritikának a megfogalmazásai is, amennyiben a globalizáció előtti világot akarják mindenképpen felmutatni. Az ilyen és hasonló népviseletes babák mindig színesek, díszesek, figyelemfelkeltők. Ezt saját szemükkel is megtapasztalhatják az érdeklődők, a tárlat ugyanis augusztus végéig látható a Tudásközpontban.